A 2021-es esztendő utolsó sportmagazinjában folytatjuk a mögöttünk hagyott időszak eseményeit értékelő, összegző riportokat. Szeretettel köszöntöm nézőinket, lássuk, halljuk a részleteket! Az őszi szezonban lejátszott 20 mérkőzéssel jelenleg a táblázat második helyét foglalja el a Dunajváros Pase labdarúgó csapata az NB3 középcsoportjában. Varga Balázs játékosai meggyőző teljesítményben mutatva állnak ezen a reménykeltő szinten, 13 győzelem és 6 döntetlen mellett mindössze egy alkalommal szenvedtek vereséget. Kiváló eredmények, bosszantó döntetlenek és mindössze egyetlen vereség, ezek jellemezték a Dunaújváros Pase felnőtt együttesének őszi szezonját. Varga Balázs együttese 20 mérkőzésen szerzett 45 ponttal jelenleg a második helyet foglalja el az NB3 középcsoportjának bajnoki tabelláján. A kiváló eredmények tükrében azért volt egy-egy rendkívül szoros döntetlen is, ahol sikerülhetett volna a győzelem. A vezetőedző értékelte az eddig lejátszott mérkőzéseket. Ugye ez nagy kérdés, mindig feltették már többen ezt, hogy itt esetleg a döntetleneknél mi volt az, amit meg lehetett volna nyerni. Nyilván most könnyű azt mondani, hogy mind a 7 pontvesztéses mérkőzése jó lett volna nyerni persze, de azért legyünk reálisak. A nyáron azért tudtunk nagyon jól indulni, mert nyilván egy felkészülés után általában azért a játékosok fittek, mindenki rendelkezésre áll, nincsenek eltiltások, sérülések, tehát nagyon jól be tudtunk kezdeni, jól sikerült ugye az első 8-10 mérkőzés. Többek között itt volt ugye a Kozár Mistyany ellen is, amit a játékkép alapján meg kellett volna nyerni. Azért amikor jön egy nehezebb időszak, ott jött az ki, hogy azért nem annyira bő a keretünk. Itt most arra gondolok, hogy nagyon jó játékosaink vannak, de ha nálunk már 2-3 ember például egyszerre esik ki, akkor elég komoly gondokat okoz ez nekünk. Gondolok itt csak arra, hogy nem egy mérkőzés volt, amikor két alapemberünk szélsővédőként, a Bálótom és a Villám Balázs se játszhatott egyszerre, azért ilyenkor már nem olyan komplett a védelem. Tehát én visszanéztem a mérkőzéseinket mindig, és az az igazság, hogy azokon a meccseken, amikor a komplett védelem fölállt a Pokorni Peti elé, akkor nem kaptunk gólt, vagy nagyon maximum egyet, és a mi csapatunkban mindig benne van az, tehát egy-két gólt mindig rúgunk, mert a támadó futballt akarunk játszani, támadni akarunk, tehát mi, ha le tudjuk nullázni az ellenfelet, vagy nagyon szűken hozzuk a meccseket, akkor nyerni fogunk szinte mindig. Tehát én ebben láttam az okokat, hogy nem annyira bő a keretünk, főleg hátrafelé, tehát itt a védelembe gondolok. Kiesik egy-két ember, akkor már eléggé megborul a stabilitásunk. És a legjobban nekem a Vác és az MTK elleni 2-2-es azért döntetlenek fájnak. Ugye az egyiken sajnos nem volt, amit már akkor ment át a csapaton a betegség, és ebbe én is ugye beleestem. De ez a kettő olyan döntetlen, amire én azt mondtam, hogy ezeket meg kellett volna nyerni, ezeket elrontottuk. A Kozár Mistyany ellen nyilván a játék alapján nyerhettünk volna, az egy rangadó, nem mondhatjuk, hogy rossz a döntetlen. Úgyhogy én ezt a 4 pontot érzem, hogy ennyivel többnek kellene lenni, de hozzáteszem, hogy ez meg nincs meg a keret. Varga Balázs hozzátette, voltak igazán szép egyéni teljesítmények is a szezon eddigi mérkőzései során, ám akadtak a csapatban olyan játékosok is, akiktől még várja az áttörést. Hozzátette, a keret erősítésére mindenképpen szükség lesz. Mindenképpen szeretnénk erősödni. Én teljesen úgy látom, hogy ez a 7 pontos hátrány, ami van a Kozár Mistyány szemben, ez nem sok. Egyrészt azért, mert már februárban velük játszunk ugye a második fordulót, tehát ott egy győzelem esetén már szűkül ez a pontszám, meg hát nem szabad feladni, hát május 29-én van az utolsó meccs, én ezt mondom mindig az öltözőben a fiúknak, hogy addig kell csinálni, és az utolsó leletig menni, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni, mindenképpen szükség van 2-3 játékosra, hogy erősödjünk, itt főleg hátrafele, és még azon, hogy előrefele is azért egy jó futballistára szükségünk lehet. Én elégedett vagyok így az egész csapattal. Tehát mondom, amikor kompletten felálltunk, azokat a mérkőzéseket mindig meg tudtuk nyerni, tehát akkor a védelmi stabilitás mutatott, rendezettek voltunk, úgyhogy én elégedett vagyok, nyilván a Poki is a kapuba sokat tett hozzá, tehát voltak olyan meccseink, például egy Fradi elleni 3-0-nál 4-5 olyan védése volt, hogy lehet, hogy sima meccsnek tűnik, de az egy legnehezebb meccsünk volt, és ott a Poki segítette a csapatot. Védelembe a Váló Tomi azért kiemelkedőt nyújtott, én úgy érzem, hogy a Molnár Sanyi is bizonyította, hogy,
hogy miért hoztuk ide. A középpára Barna Zsoltit emelném ki, aki azért itt a csapat, vagy egy olyan vezér és egy olyan motor a középpályán, akire mindig szükség van. Ugye a Dorót is szintén ide tudom venni, mert ők végigjátszották majdnem az összes meccset. Ugye előrefelé azért a Novák Zsombi 11 gólos már. Nyilván neki voltak nehezebb időszakai, de azt mondom, hogyha le tudja ezt vetkőzni, félre tudja tenni, és mentálisan erősödni fog, akkor ő még nagyobb hasznunkra lehet. És elől még nagyon kiemelném a Tóth Ákost, aki ugyan csak 3-4 gólt rúgott, de rengeteg gólpassza van, illetve kiarcolt büntetője. És melléjük jöttek ugye még be a Dávidék a Pap Mátéval itt az augusztusi időszakban, amikor még tudtunk igazolni. Tehát én mindenképpen így, ha most ki kellene emelni egyéneket, akkor ők meghatározó teljesítményt tudtak nyújtani, és a többieknek meg voltak időszakaik, amik jobban sikerültek, voltak olyanok, ami kevésbé jó sikerült, ezért nem tudtunk annyira kiegyensúlyozottak lenni a szezon második felébe. Tehát az elején még nem fogytunk el, meg voltunk, amikor jöttek azért itt az alapembereknek a kiválásai, akkor azért sajnos akikkel pótolni kellett volna őket, egy kicsit haloványabb volt néha a teljesítmény. Tehát vannak játékosok, akiktől én jóval többet várok. A vezetőedző mellett Jakab Dávid is értékelte mind a saját, mind pedig a csapata teljesítményét. A játékos büszke az elért eredményekre, ám úgy érzi, még többre hivatott az együttes. Magam részéről, hát ugye kicsit késve jöttünk, úgy elment egy pár forduló, és amit mondott a Balázs, hogy igen, utána jöttek sérülések, meg hiányoztak emberek, nehéz volt összerakni, de mégis mindig domináltunk, és az eredmények alapján egyszer kaptunk ki, pont egy olyan meccsen, amikor sokkal, de sokkal jobban játszottunk a Balassagyarmatnál, és a többi ez döntetlen, ami végül is egy gólon múlt az összes meccs, és nagyon sokszor egy hajszálon múlott, úgyhogy én azt mondom, hogy inkább most legyenek ezek az eredmények, mint majd tavasszal. Szerintem tavasszal sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk, és egyértelmű, hogyha be akarjuk hozni mind a 18 meccset meg akarjuk nyerni, és szerintem ez a csapat képes is rá. Magamról meg, hát én mindig ugyanúgy készülök. Én mindig nem 100%-ot, sokkal többet akarok nyújtani a klub miatt is, csapat miatt is, saját magam miatt is, úgyhogy ezt szeretném tovább. A vezetőedző kiemelte, a szezon tavaszi folytatása során mindenképpen törekedni kell a pontos, támadó stílus megtartására, illetve stabil teljesítményt kell nyújtaniuk minden mérkőzésen. A Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttese 5 nyertes és 5 vesztes mérkőzéssel a háta mögött jelenleg a bajnoki tabella 6. helyét foglalja el, és versenyben van a Magyar Kupában is. Felkerestük Vágó Attila vezetőedzőt, hogy értékelje az elmúlt időszak teljesítményét. Felemás szezon tudhat maga mögött a DKK a felnőtt együttese. Vágó Attila vezetőedző, bár sokszor volt elégedett az idén során csapata teljesítményével, keserű emlékekkel is gazdagodtak a lányok. A szezon értékelő interjúban a vezetőedző elmondta, igen nagy változásokon ment keresztül az együttes, már az átigazolási időszakban is. Próbáltunk tudatosan igazolni azokra a posztokra, amiket úgy ítéltünk meg a kollégáimmal, illetve a klubvezetőivel, hogy adott esetben hiányposztok voltak az előző szezonban. Gondolok itt elsősorban a kapura olyan tekintetben, hogy egy rutinos kapus mindenféleképpen szerettünk volna igazolni. Hál' Istennek sikerült, és a mutatott teljesítmény alapján úgy gondolom, hogy nem tévedtünk, sőt egy nagyon jó igazolás volt a Gabrielának az idehozatala. Hogy szerettünk volna egy olyan beállót igazolni, aki elől-hátul hasznos tud lenni, és ő is inkább már egy rutinosabb készjátékost kerestünk, így találtuk meg a Sassit. Úgy gondolom, hogy ott is szerintem tökéletes választás volt. És ugye szerettünk volna balkezes lövőt is igazolni, hogy egy picit a játék, illetve a taktika mindkét irányból tudjon menni, könnyebb legyen szerkezetileg összerakni egy csapatot. Így találtuk meg a Dominikát.
aki azért még adósa jó teljesítménnyel, én úgy gondolom, viszont remélem, hogy a tavaszi szezonban kijön belőle ez, mert mint egyén egy jó játékosról van szó, nagyon jó fizikai adottságokkal rendelkezik, hatalmas lövőerővel, jól is tud védekezni, egy picit még a rendszert, a magyar bajnokságnak az iramát, a különböző játékokat még nem sikerült neki elsajátítani, de én bízom benne, hogy ez meg fogja tudni csinálni, mert itt van a helye neki. És ugye olyan magyar fiatal játékosokat akartunk igazolni, akivel hosszú távon lehet tervezni. Én úgy gondolom, hogy az ide érkező fiatalok eddig nagyon jól teljesítenek, mind a Johanna, mind a Borgyos Panna, mind a Kukucska Viki. Úgyhogy, illetve a már nem fiatal, de nem is öreg Polics Timi pedig védekezésben egy nagyon hasznos tagja a csapatnak. Remélem, hogy senkit nem felejtettem ki, de a Janát, Suskovát. Ugye az ő szerződtetése már egy picit, ő is hosszú távon, mert még fiatal, és a hosszú távú céljaink között ugye az szerepel, hogy a Bulatanita esetleges visszavonulása után ugye ott meglegyen az alternatívánk. A Jana erre alkalmas, nagyon jó játékosról van szó, nagyon technikás, nagyon jó lövő technikája van, nagyon jól tud egyegyezni védekezésben, és kellően kemény, azért látszik, hogy több éve nemzetközi kupákban játszott, viszont sajnos egy nagyon sérülékeny játékosról van szó, aki az itt eltöltött fél év alatt már 6-8 különböző sérülésen ment keresztül, és gyakorlatilag egy-két hét közös munka után mindig egy-két hét orvosi, illetve fiziós és rehab munka követi, tehát nem tudtunk vele még folyamatában hosszan együtt dolgozni és tervezni, sajnos most ugye megint egy sérülés miatt a világbajnokságról is lemaradt, úgyhogy bízom benne, hogy rendben jönnek neki az egészségügyi dolgai, és utána ő egy nagyon hasznos tagja lesz a csapatunknak. Az eredmények és a látott játék képe alapján Vágó Attila kiemelte, újra és újra bebizonyosodott, hogy a mérkőzések fejben dőlnek el, és a játékosoknak hinniük kell a győzelemben. Amikor azt gondolja az ember, hogy teljesen elkeseredésben van, és mint csapat is azt érezzük ezek a vereségek után, hogy mélyen vagyunk, akkor mindig van olyan belső erő, olyan összefogás, ami ki tudja hozni a gödörből a csapatnak a szekerét, és hogy mennyit számít a fej és a mentalitás, és az, hogy egybe legyen a csapat, és minden játékos tudja, hogy mi a dolga, és meg akarjon halni a pályán, és küzdjön. És ha ez rendben van, akkor bárkit meg lehet verni. Ezt mindig is sejti az ember, meg mindig is tudja, hogy ez így van, de ebbe a szezonban erre megint rá kellett jönnie mindenkinek, hogy ez csak így működik. A világbajnokság miatt ugye szünetel a bajnokság, ezt kihasználjuk arra, hogy edzőmérkőzéseket játszunk folyamatosan. Ami azért jó, mert egy kicsit tét nélkül, egy picit felszabadultabban lehet próbálgatni akár új dolgokat, akár új rendszereket, adott esetben védekezésbe, támadásba, lehet új játékosokhoz, fiatalokhoz hozzányúlni, vagy pedig most a mi esetünkben ugye két sérült játékosnak kimondottan jó a Takás Cirinek és a Nick Fickinek, hogy ezeken az edzőmérkőzéseken tud visszatérni. Ami egy picit bosszantó számomra, hogy mondjuk pont az a két játékos, akivel most kellene nagyon sokat dolgozni, és a pályán kéne lenniük 60 percet, azok nincsenek itt, mert a világbajnokságon van a Dominika szlovén válogatottal, a Jana pedig hát szintén a világbajnokságon lenne, de ugye a sérülés miatt lecsúszott róla. Tehát ugye velük nem tudok tervezni. Jelenleg is zajlik a világbajnokság, így több játékos sem áll a Kohász rendelkezésére a felkészülésnél, fogalmazott a vezetőedző. Hozzátette, nehéz időszak vár rájuk a bajnokság folytatása előtt. Ha ezt a tendenciát tudnánk folytatni, amit itt ősszel elkezdtünk, hogy az alsóházat, illetve a középmezőnyből a közvetlen riválisainkat meg tudnánk verni, akkor én úgy gondolom, hogy ahogy most is állunk, azt a pozíciót akkor talán a bajnokság végén is el lehetne érni, vagy ezt meg lehetne tartani. Itt erre most a január megint nagyon sok mindenre választ fog adni, hiszen játszunk egy Vasassal, ahol abszolút győzni kell, tehát más nem is, az már most nem azt mondom, hogy a kötelező győzelem kategória, de ha valamit akarunk, akkor ellenük két pontot kell szerezni. Lesz egy Győr meccs, ahol megint lehet egyet önfeledten kézilabdázni, és akkor jön a Kisvárda mérkőzésünk,
aki pedig ugyanúgy áll, mint mi, közvetlen riválisunk, ott vagyunk egymás nyakán, az megint egy olyan 4 pontos találkozó, amilyen volt az MTK vagy akár a Fehérvár elleni meccs. Vágó Attila végül azt mondta, amennyiben a csapat még több sikert szeretne elérni a jövőben, elsősorban arra kell koncentrálniuk, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a kritikus perceket a mérkőzések közben leredukálják. Ilyenkor esnek szét fejben igazán a játékosok, és ilyenkor kell minél hamarabb rendezni a soraikat. Évet értékelt Trenka János, a kétszeres Európa-bajnok tornász Kovács Zsófia edzője is. Mint azt elmondta, Zsófi és a szakosztály ifjú versenyzőinek eredményei is magukért beszélnek. A sok nehézség ellenére sikeres évet zárt a szakosztály. Trenka János, a DKSE torna szakosztályának edzője értékelte a sportolók teljesítményét a 2021-es évben. Az edző elmondta, rendkívül büszke a tanítványaira, hiszen egész évben kiváló munkát végeztek. A szakosztály rangidős versenyzője Kovács Zsófia is folyamatosan szállította a jobbnál jobb eredményeket, hiszen a sportolóra idén 3 nagyszabású viadal is várt. 3 fő versenyünk volt, és emiatt kellett arárendeltségi szerepet játszon valamelyik, hiszen 3-szor nem tudunk formát időzíteni maximálisan, és ezért az Európa-bajnokságot tettük egy olyan szintre, hogy úgymond egy felkészülési állomás volt az olimpiára. Ez a verseny ez Bázelban volt, és nem is úgy sikerült, ahogy azért szerettük volna, de nem hagyott bennünk mély nyomot, hiszen tudtuk azt, hogy számunkra az olimpia lesz az egyik legfontosabb verseny. Utána, ami talán egy kicsit nehezítette a helyzetünket, az Zsófinak a sérülése. Szintén lábával voltak problémák, kisebb problémák, izomhúzódások, részleges szakadások, mikroszakadások, stb. És emiatt a lábát nem is nagyon tudtuk terhelni. Ezáltal a felemás korlátra mindenképpen nagyobb hangsúlyt fektettünk, ami azt eredményezte, hogy a tavalyi Európa-bajnokságban bemutatott 5-7-es gyakorlatból az olimpián már 6-3-as gyakorlatot csináltunk. Aki így szakmán belül van, az tudja, hogy ezt a 6-10 D-pont számbeli emelést nagyon-nagyon nehéz összeszedni, tehát az hihetetlen nehéz, de szerencsére sikerült. Azt meg is oldottuk. Innentől kezdve próbáltunk már úgy elindulni az olimpián, hogy esetleg ott össze tud majd jönni egy 8-as döntő. Mellette természetesen a lábát is föl kellett hozni, mert nem csak az volt a célunk, hogy elmegyünk most erre a versenyre, az olimpiára, és akkor csak felemás korláton indulunk, hanem szerettünk volna mindenképpen összetettben is indulni. Kezdett azért a lába már jobb lenni, Dohában előtte volt kb. Másfél hónappal, tehát az olimpia előtt másfél hónappal Dohában egy világkupa, ahol már 3-szeren indultunk, ott már csak ugráson nem indultunk, de szerencsére talajon már tudtunk egy ilyen aránylag normálisabb gyakorlatot bemutatni, ami azért is kellett, mert az ugrás már nem volt annyira megterhelő az olimpián. És ezáltal a végeredményben sikerült igazából elérni azt, hogy összetett versenyszámban is tudtunk versenyezni az olimpián. Ez azért is volt fontos, hiszen sajnos csak felemás korláton az olimpián csak tartalékos helyezést tudtunk elérni. Az összetett döntőt azt sikerült hozni, 54,7 ponttal kvalifikáltunk 11. helyen, és tudtuk azt, hogy abban még van még egy 3-4 tized, amit még össze tudnánk szedni. Bár sajnos leestünk Gerendán, és így 14. helyen végeztünk. Trenka János úgy fogalmazott, Kovács Zsófia immáron 2 olimpián is részt vett, így értékes tapasztalatokkal tért vissza. A világversenyek legnagyobb tanulsága talán az volt, hogy a csapat mindig erősíti az egyént. Mindenképpen fontos az, hogy 2 olimpián ő már részt vett. És most, tehát az első még csak 16 éves volt, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagy figyelmet fordított volna bármire a versenyen kívül. Most azért már úgy több tapasztalattal jött haza, és ő is nagyon jól tudja azt, hogy már egy kicsit könnyebb volt, így, hogy 21 éves korában indult az olimpián. Számára ez már egy kicsit könnyebb volt, de a legnagyobb tapasztalat talán az, hogy a csapat mindig erősíti az egyént. És innentől kezdve sokkal nagyobb figyelmet kell fektessünk arra is,
Persze ez nem Zsófinak, hanem nekünk edzőknek, nekünk a magyar tornászoknak, hogy ha lehet, akkor kvalifikáljuk magunkat csapattal. Tehát mindent meg kell azért tenni, hiszen nem mindegy az, hogy egy ember van kint az olimpián, vagy mögötte van még másik három, és akkor a négy ember tudja tehát egymást támogatni. Nagyon, nagyon nagy szerepe van ennek, hiszen most, hogy kim voltunk a világbajnokságon, ott már négyen voltunk, Zsófi ott már csak felemás korláton indult, de minden segítséget, minden szurkolást, biztatást megkapott a társaitól, mint ahogy adott is. Az edző elmondta, a DKSE másik felnőtt versenyzője, Markovics Mirtil számára is rendkívül sok nehézséget tartogatott az elmúlt év. Hozzátette, január 1-től két ifjúsági versenyző is csatlakozik a felnőttekhez, így már négy sportoló alkotja majd a legidősebb korosztályt. Én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk az idei évvel, már csak azért is, mert nálunk is volt több sérülés, több betegség, tehát a Zsófin kívül van másik felnőtt versenyzőnk, Makovics Mirtil, és ő például nagyon sokat betegeskedett, őt a tavaszi szezon ideje alatt elkapta ez a pandémia, majd az őszi versenyszezonnál meg egy másfajta betegséggel szenvedett, és ott a sportorvos egy hónapig el is tiltotta, miután már tudott kezdeni edzeni, de ott is ilyen nagyon minimálisan szabadott csak dolgoznia, hiszen nagyon erőteljes betegség fogta előtt, és az rámehetett volna teljes egészségére, és emiatt neki volt majdnem egy másfél hónapos leállása, de emellett mégis azt lehet mondani, hogy már a mesterfokú bajnokságra, valamint a Super CB második fordulójára el tudott készülni. Még hogyha nem is maximálisan, mert azt ő is érezte, hogy azért kellett volna még egy jó 3-4 hét ahhoz, hogy maximálisan össze tudja magát rakni, de mégis el tudott indulni, és ezáltal ő hozta a felnőtt versenyzők közül az összes szeren a pontot, hiszen Zsófi csak ugráson, valamint felemás korláton indult. Innentől kezdve a talaj és a gerenda az bemaradó pontszámot jelentett a Mirtil szempontjából. Ügyesen versenyzett, nagyon örülök neki, valamint annak, hogy ezt a két felnőtt versenyzőt támogatta másik három ifjúsági versenyző, akikből jövőre kettőjük be fog lépni majd a felnőttek közé. Tehát ez azt jelenti, hogy jövőre, január 1-től már négy felnőtt versenyzőnkkel fogjuk majd képviselni a DKS-ét. És ez számomra mindig nagyon pozitív az, hogy nem kell idegen légióst hívni, és saját neveléssel ki tudjuk állítani a DKS csapatát. Trenka János kiemelte, a szakosztály sportolói felnőtt, ifjúsági, serdülő csapatbajnokságon is első helyezést értek el, és ez büszkeségre ad okot. Emellett hozzátette, a jövő szempontjából a legjobb az lenne, ha 2022-ben két felnőtt csapattal indulhatnának a megmérettetéseken. Hullámvölgyekkel teli évet zárt a Dunajvárosi Központi Sportegyesület. A 2021-es esztendő sikereiről és nehézségeiről számolt be Mátyás Gábor, az egyesület elnöke. Nehéz kezdés után örömteli folytatás. Fogalmazott Mátyás Gábor annak apropóján, hogy véget ért a 2021-es szezon a DKSE számára. Mint elmondta, bár nehezen indult az év, főként az anyagiakat tekintve, sem a taglétszám, sem pedig a szakmai munka nem csorbult ennek hatására. Hát gyakorlatilag a 21-es esztendőnek mondhatom, hogy bőven a fele, tehát augusztus közepéig, hát majdnem ugyanúgy telt, mint a 20-as év. Teljes bizonytalanság, nagyon-nagyon takarékos gazdálkodás, hát az életbe maradásért tettük a dolgunkat, de ettől függetlenül azért megpróbáltuk azt, hogy a sportolóink a lehető legtöbb versenyre el tudjanak menni, edzőtáborozni tudjanak, ez vonatkozik az utánpótlásra, felnőttre egyaránt, de azt gondolom, hogy a 21-es év első fele semmivel sem volt könnyebb, mint a 20-as év. Úgyhogy az a véleményem, hogy nagyon, ha nagyon nehezen is, de
de azokat a minimális kitűzött célokat el tudtuk érni, és hát annak köszönhetően aztán augusztusban túllendültünk a holdponton. Azt gondolom, hogy az elmúlt másfél-két évben a megítélésünk nem volt pozitív. Hogy ennek mi volt az oka, ezt lehetne feszegetni, de azt gondolom nem ez a fontos. Egyszerűen elvesztettük a támogatást magunk mögül, elhagyott minket a névadó támogatónk, az egy nagyon nagy érvágás volt. Aztán arra az állami támogatásra, amire számítottunk, azt sem kaptuk meg, és hát gyakorlatilag a nehézségeink ebből fakadtak, hogy nem voltunk kevesebben, nem voltak rosszabb eredményeink, de sajnos az anyagi hátterünk az nagyon-nagyon meggyengült, és hát emiatt nagyon drasztikus intézkedésekre volt szükség. Majd hogy az elnökségünk tagjai nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a megítélés változzon, és úgy gondolom, hogy sikerült is, és ennek köszönhetően már a 2021-es év második felünk, az már gyakorlatilag úgy zajlott, hogy megérkezett a támogatás, amire nagyon vártunk, és abból meg tudtuk már oldani azokat a problémákat, amik tornyosultak a fejünk fölött. Az elnök hozzátette, az egyesület edzői minden nehézség ellenére kiváló szakmai munkát végeztek, és maximális hozzáértéssel látták el a feladatukat. Azt gondolom, hogy csak kalapot lehet emelni az edző kollégák és a munkatársak munkája előtt, hiszen ebben a nehéz helyzetben is, a szorongatott anyagi helyzetben is ők félretették ezt, és maximális nyújtottak minden téren, aminek az a vége lett, hogy gyakorlatilag az eredményeink nagyon-nagyon szépek lettek, utánpótlás és felnőtt korosztályban is. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy az anyagi helyzetünk nagyon-nagyon nehéz volt, a szakmai munkát maximálisan el tudtuk végezni, és azokat a kitűzött célokat el is értük, amiket szerettünk volna. Mátyás Gábor elmondta, bár a koronavírus járvány következtében a DKSL kötelékébe tartozó sportolók száma nem emelkedett, továbbra is mintegy 1000 fő versenyez a különböző szakosztályokban. Hullámzó volt a 20-as év is, 21-es év is, de azt gondolom, hogy mindig, amikor ugye jöttek a szigorítások, akkor elvesztettünk csoportokat. Nem lehetett edzést tartani, hát az online edzéstartás az meg azért nem ugyanaz, mint amikor élőbe találkozik az edző a megfelelő helyen a sportolókkal, gyerekekkel. Próbáltuk életbe tartani a csoportokat. Nyilván volt több olyan csoport, amit újra kellett indítani, újra kellett szervezni. De azt gondolom, hogy így év végére tulajdonképpen mondhatom azt, hogy idézőjelben veszteségek nélkül vagyunk. Nem lettünk többen, de kevesebben se. Nyilván ez alatt a másfél-két év alatt hullámzott a létszám, de jelen pillanatban 1000 fő fölött vannak a sportolói létszámunk. Nyilván ebben benne vannak a nem igazolt versenyzőink is, de 700 fölött vagyunk az igazolt versenyzői létszámba. Úgyhogy ebből a szempontból sikeresen vettük az akadályt. Az elnök kiemelte, rendkívül büszke kollégái egész éves munkájára. A jövővel kapcsolatban azt mondta, pozitív szellemben várják a következő évet. Mind az olimpia, mind pedig a kisebb egyéni és csapatversenyek egyaránt fontosak az egyesület számára. Idei utolsó magazinunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Munkatársaim nevében is boldog, sportélményekben gazdag új esztendőt kívánok, és persze nézzék jövőre is a hetente jelentkező Kispadot. Legközelebb már jövő kedden, akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra!